kívánok, hölgyeim és uraim! 2021. december 29-én. Kedves sporttársak, kedves vendégeink! Ebben a körben, országos kiállításon legutoljára 2020. januárjában találkozhattunk itt, Gödöllőn. Azóta eltelt majdnem 2 esztendő, és az emberi kapcsolatok próbának voltak kitéve, amelyet a COVID-19 vírus okozott. Sajnos a galambás sporttársak közül is sokan vannak, akik fentről figyelik a versenyeket és találkozókat már. És a galamb, amely életük része volt, ma már lelkük szimbólumaként jelenik meg itt a Földön. Kérem, emlékezzünk rájuk tisztelettel, egy néma perces csenddel. Köszönöm. Az elhunyt sporttársak emlékére. Tisztelettel felkérem Mihalik Csaba urat, a Magyar Posta Galamb Sportszövetség megbízott alelnökét a kiállítás megnyitására. Kedves vendégeink, hölgyeim, uraim, tisztelt sportbarátaim! Külön köszöntöm a környező országok meghívott delegáció vendégét. Köszöntök mindenkit a Magyar Postagalamb Sportszövetség nevében a 65. országos kiállításra. 2020 a Covid éve, amelytől nem szabadultunk meg, de már 2020-ban a különleges jogrend, amit a világjárvány okozott, emberi sorsokat pecsételt meg, és barátságokat szakított szét. A versenysportban pedig a galambok, a postagalambjaink nem ismerik a nyelvet, nem ismerik a határt, nem ismerik a pártállást, nem ismeri, hogy ki jó ember és ki rossz ember, hanem egyetlen egy célja vezérli, minél hamarabb hazatalálni a saját dúcába. 2020-ban, februárjában a Magyar Postagalamb Sportszövetség elfogadta az új módosított alapszabályát, melyet annak rendje módja szerint a fővárosi nyilvántartó törvényszéken bejelentett, és az összes változás bejelentést annak rendje módja szerint teljesítette. Ezzel meg kell, hogy állapítsam, hogy a jelenleg regnáló vezetés egy legitim, bejegyzett szervezetként működik. 2021-ben, sőt, bocsánat a kifejezésre, egy kicsit vissza kell térjek 2020 őszére, elkezdtünk egy olyan szabályzat harmonizációs munkát, ami az összes többi szabályát érintette. Nem akarom hosszú ideig húzni a szót, mert nem erről kell, hogy szóljon a mai nap, hanem a galambokról, egymásról, a barátságról, és a galambok tiszteletéről, de azért meg kell, hogy említsem, hogy 2021. július 6-ával minden más szabályzatunkat is elfogadtuk, közzétettük, a honlapon megjelent. 2021. augusztusában készítette el a Magyar Postagalamb Sportszövetség egy díjátadó keretében, illetve rendezte meg a tiszafüredi első családi napot. Amit úgy gondolom, hogy mindenki úgy, aki részt vett, az jó érzéssel, meleg szívvel tért haza, mert volt egy olyan rendezvény, ahol ő megjelenhetett, ahol ő találkozhatott a barátaival, és elfogyaszthatott
egy jó ebédet. 2021 azért is különleges év, mert az olimpia tolódott. Itt áll mellettem a Román Szövetség elnöke, Máriusz Tunduk úr, aki az olimpiáról egy pár szót fog ejteni, és kíván önökkel beszélni. Én csak a tájékoztatás véget. Mivel télen rendezzük az olimpiát, ebben az időszakban 2022-ben ez augusztusában van. Mivel a 19-20 év sportteljesítményei, valamint a 20-21 év sportteljesítményei külön A csapatban és B csapatban kerülnek értékelésre, és így képviselik hazánkat az olimpiai megmérettetésen. De ez bonyolultságot is jelent a tenyésztő számára, mert most hiába kvalifikált a galamb az olimpiára, fizikai valójában kell megjelennie Nagyváradon. Tehát a Magyar Postagalamb Szövetség minden érintett tenyésztőt kiértesít levélben, és egy nyilatkozatban kell a tenyésztőnek nyilatkozni arról, hogy a galambot ki kívánja állítani, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a galamb kiállítható legyen. Aki ezt a nyilatkozatot nem küldi vissza, hiába nyerte meg itt az A kategóriáját, B-jét, C-jét vagy bármelyik sportot, nem nyilatkozik róla, a galambja nem utazik ki az olimpiára. Tehát még egyszer felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy erre külön figyeljenek oda, és a nyilatkozatokat küldjék vissza. Nem húzom tovább a szót, továbbiakban mindenkinek jó kiállítást, nézelődést kívánok. Nézzék meg a kiállított galambokat, bár hozzáteszem, a madári influenzáról nem szóltam, de hogy ennyi galambbal vagyunk itt, az több olyan versenyszervező szervezet területét érintette, ahol egyszerűen nem lehetett kiállítást megrendezni. Nem tudtuk a galambokat minősíteni, nem tudtuk itt megjeleníteni. Bízunk benne, hogy 2022-ben nem csak a Covid, hanem a madárinfluenza is lehetőséget biztosít arra, hogy versenyezzünk. Mindenkinek jó kiállítást, nézelődést és beszélgetést kívánok. Átadnám a szót Máriusz Tunduk úrnak, illetve aki fordít, Szabó István úrnak. Bună dimineața și vă felicit pe toți pentru această frumoasă expoziție. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és gratulálok ezért a szép rendezvényért. Ceea ce faceți dumneavoastră aici astăzi este aducerea speranței pentru toată Europa columbofilă, după o vreme grea, încercată de acest COVID, astăzi ne dăm seama că suntem mai aproape de normalitate și că în scurt timp vom reveni la viața noastră normală. Amit ma önök itt megcsináltak a galambok kiállításába, ez szinte egyedi Európába, és nagyon reméljük, hogy a közeljövőben ez így is fog működni, és hogy visszatérünk a normális kerékvágásba. Omenirea a trecut mereu prin momente dificile și astăzi trăim unul dintre ele. Trăim momente pe care în urmă cu 20 de ani nu ni le puteam imagina. Az emberiség nehéz pillanatokat él meg. Talán ezelőtt 20 évvel el se tudtuk képzelni, hogy ilyen pillanatok fognak ránk várni. Dar să nu uităm că porumbelul a fost cel care a dus vestea bună după potop lui Noe pe barcă. De ne felejtsük el, hogy a galamb volt az, aki a jó hírt vitte mindig, úgy Noénak a hajóra. Și că indiferent de cum vor fi vremurile, sportul nostru columbofil va merge înainte. És mindegy, milyen időket élünk meg, a galambás sport tovább előre fog haladni. Este un moment bun de reflexie pentru toți columbofilii din Europa și din lume și este momentul să strângem rândurile și mai tare și să fim mai uniți ca niciodată.
Ezek olyan pillanatok, hogy úgy Európában, mint a világon egymás mellé kell álljunk és kiálljunk magunkért. Așa cum a anunțat și prietenul meu Ciobi, Olimpiada se va desfășura în premieră vara. Am luat această decizie raportat la vremurile și la problemele pe care le avem cu COVID-ul. Az egyetlen olimpia, ami nyáron lesz megrendezve, úgy, ahogy a barátom is bejelentette, Csabi Mihalik, mivel ez a vírus helyzet rákényszerített, augusztusban Nagyváradon lesz megtartva. Cred că trebuie să avem capacitatea să ne adaptăm vremurilor și sunt sigur că vom avea un eveniment absolut fantastic la Oradea. Nyitottak kell legyünk az új dolgokra, és én nagyon remélem, hogy egy fantasztikus rendezvényen fognak részt venni Nagyváradon. Și așa cum ați fost anunțați, porumbeii trebuie să fie prezenți, în special, dar mai mult oamenii trebuie să fie prezenți pentru a ne bucura împreună de un eveniment atât de important. Úgy, ahogy már be lett jelentve, a galambok részt kell vegyenek az olimpián, fizikálisan is, de nem csak a galambok, hanem az emberek is, hogy együtt tudjunk örülni ennek a sportnak és ezeknek az eredményeknek. Îmi doresc din toată inima să fie un eveniment grandios care va marca ieșirea columbofiliei din pandemie și intrarea într-o nouă eră a columbofiliei mondiale. Én nagyon remélem, hogy ez egy nagyszerű rendezvény, egy igazán klasszis rendezvényen fognak részt venni, és hogy evel az alkalommal egy lépést teszünk a vírus kilépéséből. În încheiere, fac un apel la Federația Maghiară, vom face acest apel la toate federațiile din Europa, dacă este posibil ca în weekendul 12-14 august să nu fie organizate concursuri cu puii pentru ca columbofilii să poată participa la Olimpiadă. Szeretném felhívni a figyelmet a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, figyelmébe ajánlani, hogy ne legyenek 10 és 12-én, augusztus 10 és 12-én versenyek rendezve úgy a fiatalokkal vagy az öreg galambokkal, hogy mindenki ne legyen gátolva, mindenki részt tudjon venni az olimpián. Vă doresc un an, vă aștept pe toți la Oradea și vă doresc un an nou fericit, cu sănătate și să dea Dumnezeu ca în scurt timp să uităm și de COVID și de pandemie și să zburăm porumbeii fericiți în continuare. Szeretettel meghívok mindenkit Nagyváradra, elsősorban kívánok egészséget, boldogságot, és remélem, hogy mindenkivel találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmüket!